Zarándoklatok és Székesfehérvár címmel indult 8 részes előadás sorozat a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban. Az ismeretterjesztő előadások célja a 2021. júniusában elkészült, immár teljes hosszában végigjárható 7 állomással kialakított Magyar Szent Család nyomában tematikus zarándokút, történelmi hátterének feltárása, valamint művelődés történeti és kulturális értékeinek népszerűsítése és megismertetése. A Magyar Szent Család nyomában zarándokút tavaly indult, tavaly nyitotta meg püspök atya, és az idei évben itt a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban egy előadás sorozatot indítottunk azért, hogy ennek a zarándokútnak a szellemi, illetve történeti hátterét át tudjuk tekinteni. A második előadást fogjuk most meghallgatni Csukovics Enikőtől, aki a középkori magyar zarándokok nyomában kallózol bennünket, akik közül hát nagy számon megfordultak itt Székesfehérváron, és tulajdonképpen az ő nyomukban járunk mi is a Magyar Szent Család zarándokúttal. Az eseményen Ribi András történész, az előadás sorozat szervezője mutatta be Csukovics Enikő történészt, az Anjou kor egyik legkiemelkedőbb hazai kutatóját és képviselőjét. Történelem iránt érdeklődő nagy közönség számára nem kell Csukovics Enikő nevét bemutatni. A Történettudományi Intézet tudományos tanácsadójaként dolgozik, de ő a Történelmi Társulatnak a főtitkára, illetve a Századok egyik szerkesztője is, és hát a munkásságának főleg az utóbbi évtizedekben a legfontosabb iránya az Anjou kutatás volt. Azt hiszem, hogy a magyarországi Anjou kutatás egyik legfontosabb képviselőjét köszönhetjük ma itt Székesfehérváron. A felkereshető kegyhelyek száma a 11.-12. századtól kezdve Európa szerte egyre gyarapodott, a 14. századra pedig már 440 kiemelt kegyhelyet tartottak számon. Csukovics Enikő történész előadásában arról beszélt, a középkorban hova mentek a magyar zarándokok, milyen indítékkal keresték fel a kegyhelyeket, és mi vonzotta őket ezekre a szent helyekre. Összegezte 5 évszázad magyar zarándoklatainak jellegzetességeit, és elmondta, mi vetett véget ezeknek a típusú zarándoklatoknak. Alapvetően egyéntől, helytől, időtől függő, de voltak bizonyos típusok. Volt olyan zarándok, aki bűnei vezekléséül, akár gyilkosság levezekléséül indult el egy kegyhelyre. Volt, aki egyszerűen csak szeretett volna eleget tenni egy régi fogadalomnak, és voltak, akiknek egészen más politikai céljaik voltak ezeknek az zarándoklatoknak az elvégzésével. Volt egy sajátosság tulajdonképpen ebben az időszakban, hogy amikor megjelent Magyarországon a török, akkor nagyon sok magyar esett, főleg az ország déli vidékein fogságba. És azok az emberek, akiknek valamilyen szerencsés okból sikerült kiszabadulni ebből a török fogságból, nagyon nagy hányada felkeresett utána valamilyen kegyhelyet, hiszen úgy gondolta, hogy pusztán a saját erejéből, ügyességéből, ebből a fogságból nem tudott volna kiszabadulni, valamilyen spirituális segítséget kellett, hogy kapjon a szökéshez, a szabaduláshoz, a hazajutáshoz, és ilyenkor eljutottak valamelyik kegyhelyre, akinek általában a fogság során fogadalmat tettek. Május 24-én 17 órai kezdett el, ismét szeretettel várnak minden érdeklődőt a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontba, ahol a sorozat harmadik vendége Ribi András történész lesz a jeruzsálemi zarándokúttól a Szent Királyok sírjáig, Zarándokok a középkori Fehérváron című előadásával.